Sziasztok, Kőműves Kelemen, Kömkel vagyok. A mai videónkban össze fogjuk hasonlítani a vászkerámia téglafalazatot, a mészhomok téglafalazatot, illetve a pórus betonfalazatot különböző tulajdonságaik alapján, valamint a referencia épületre végzünk egy költségelemzést. Az 1.1-es videó végén kihoztuk az ottani vászkerámia téglák közül győztesnek a 30-as nútfédres téglát 15 cm kőzetgyapott hőszigeteléssel. Ezt fogjuk összehasonlítani a Silka HML 300-as, illetve az Itong P2-es 30 cm széles falazattal. Mivel ennek a vászkerámia téglának a hőelbocsátási tényezője ennyi hőszigeteléssel 0,2 watt per négyzetméter Kelvinre jön ki, ezért mind a két másik falazathoz ennek megfelelő hőszigetelési vastagságot kell hozzáadni. A Silka tégla esetében ez 18 cm grafitos hőszigetelést jelent. Azért grafitos EPS, mert ugyanekkora a hőelbocsátási tényező eléréséhez a sima fehér EPS-ből 25%-kal vastagabbra lenne szükség, tehát az azt jelenti, hogy 18 cm grafitosról beszélünk, kellene 22-24 cm a fehér EPS-ből, ami falvastagság növekedést, illetve a dűbelek miatt költség többletet is okoz. Az Itong falazatnál 12 cm kőzetgyapott hőszigetelésre van szükség. Itt azért kőzetgyapottra, mert páratechnikai okokból az EPS szigetelés, sem a grafitos, sem a fehér EPS hőszigetelés nem javasolt. Ez tehát a három falazatunk, amit össze fogunk hasonlítani. 30-as nútfédres tégla 15 cm kőzetgyapott hőszigeteléssel, Silka HML 300-as téglafal 18 cm grafitos hőszigeteléssel, illetve Itong P2-es 30-as falazat 12 cm kőzetgyapott hőszigeteléssel. Vegyük végig akkor ezeknek a falazatoknak a legjellemzőbb tulajdonságait. Kezdjük a fajlagos tömeggel, illetve a hőtároló tömeggel. Korábbi videóból már kiderült, hogy a 30-as nútfédres téglának a fajlagos tömege 296 kg fal négyzetméterenként. Ezzel szemben a Silka egy nehéz elemnek számít, több mint 500 kg per fal négyzetméter a fajlagos tömege. Az Itong viszont egy könnyű elemnek számít, itt 191 kg-ról beszélünk fal négyzetméterenként. Ez azt is jelenti egyébként, hogy a Silka egy darab ilyen elem több mint 30 kg, tehát falazni vele sokkal nehezebb, mint bármelyik másik kettővel, ezért arra is számolni kell, hogy a falazatnak a munkadíja teljesen más lesz, mint egy vászkerámia tégla esetében. Értelemszerűen több. Hőtároló tömegből a vászkerámia tégla falazatok esetében kimutattuk, hogy a 30-as téglának viszonylagosan normális a hőtároló tömege, 46 kg-ról beszélünk fal négyzetméterenként. A Silka 156 kg fal négyzetméterenként, az Itong viszont csak 23 kg fal négyzetméterenként. Tehát gyakorlatilag a Silka fal hőtároló tömege háromszor jobb a vászkerámia téglafalnál. Térjünk rá egy olyan tulajdonságra, ami a vászkerámia téglafalazatok esetében nem került külön elemzésre, lévén, hogy a nyomószilárdságuk gyakorlatilag megegyezik. Itt a három különböző fajta téglánál viszont teljesen eltérő értékeket kapunk. A vászkerámia tégla nyomószilárdsága jónak számít, ehhez képest a Silka, ami mészhomok tégla, kitűnő értéket ad, viszont a nyomószilárdsága rendkívül gyenge. Ez azt jelenti a falazat szempontjából, hogy előfordulhat, hogy az Itongfal esetében vasbeton merevítő pilléreket kell berakni, már egy családi ház esetében is. Tehát ezzel mindenképpen számolni kell, akkor, hogyha hosszabb, merevítetlen falak vannak az épületben. Különösen akkor egyébként, hogyha fafödémről beszélünk, tehát nincs egy vasbetongerendás vagy egy monolit födém, ami keretként összefogja az egész épületet. Léghangátlás. Vászkerámia téglára azért javasoljuk a kőzetgyapott hőszigetelést, mert ez növeli a falazatnak az egyébként elég gyenge
hangátlását. A szilka esetében van egy nagyon-nagyon jó hangátlási tényezőnk, ami 55 decibel. Az itong esetében köszönhetően a pórus beton szerkezeti kialakításának 47 decibelről beszélünk. Tehát aki zajos városi környezetben lakik, vagy egyszerűen érzékeny a zajokra, mindenképpen vegye számításba a szilka falazatot. És akkor elérkeztünk a falazat árához. A korábbi számításból kijött az, hogy 24 ezer forint per fal négyzetméter költséggel számolhatunk a vászkeremia tégla falazat esetében, tehát a belső vakolat, 30-as nútféderes téglafalazat, zsákos falazóhabarcsa, illetve közeggyapott hőszigetelő rendszerrel, hálóval, dűbelezve, glettelve, színezéssel. Ez a költség szilka esetében majdnem 30 ezer forintra rúg fal négyzetméterenként, az itong esetében közel 28 ezer forintról beszélünk. Mindkét utóbbi falazat esetében tudni kell azt, hogy csak a saját áthidalóik alkalmazhatók, tehát a vászkerámiánál alkalmazott kerámia áthidaló nem jött egyáltalán szóba, mivel a kettő csatlakozásánál garantált az, hogy el fog repedni a szerkezet. És itt jön be majd egy jelentős költségnövelő tényező, ugyanis az itónak az áthidalói, szilkához is azt kell használni, háromszor drágábbak, mint egy darab ilyen kerámia áthidaló. Még egy fontos dolgot tudni kell a falazatok tekintetében. Ha ez utóbbi kettőre esik a választásunk, akkor az épületeknél a belső főfalakat is szilkából, illetve itongból kell kirakni. Ennek megfelelően a falazatok árkülönbségénél nem csak a korábbi 134 négyzetméteres falfelülettel számolok, referenciaépület esetében, hanem van 43 négyzetméter belső főfalunk is. Amint látható, brutális költségkülönbség jött ki a három falazóanyagot tekintve. Ha ezt sikerült megemészteni, akkor jöjjön a fekete leves, az áthidaló kérdése. Ahogy említettem korábban, a szilkánál, illetve az itongnál kizárólag az itong teherhordó áthidalói alkalmazhatók, aminek az ára jelentősen több, mint a vászkerámia téglánál alkalmazott kerámia áthidalók. Ennek a költség különbözete több mint 200 ezer forint a referenciaépület esetében. Mielőtt tovább lépnénk, vonjunk le egy kis konklúziót. Azon kívül, hogy az itongnak viszonylag jó a léghangátlási tulajdonsága, illetve könnyű vele falazni, többihez képest nem igazán van előnye, cserébe viszont sokkal drágább. Én azt mondom tehát, hogy ha választanunk kell, az itongot ejtsük ki ebből a három falazatból. És helyette hozzuk be a 30-as szilka téglának a 25 cm széles változatát, amelyhez szintén 18 cm grafitos hőszigetelés szükséges a 0-20-as érték eléréséhez. A táblázatból látható, hogy a tulajdonságai még a 30-as szilka téglánál is kedvezőbbek, mind hőtároló tömeg szempontjából, mind a hangátlás szempontjából. Árban egy picit olcsóbb. És akkor nézzük a konkrét árakat a referenciaépület esetében összesítve. Látható, hogy közel 1 millió, illetve kicsivel több mint 1 millió forintról beszélünk a falazatok költség különbözeténél. Ez azt jelenti, hogy a vászkerámia tégla falazathoz képest, külső és belső falra vetítve, a referenciaépület esetében, kb. 30%-kal drágább csak a falazat, értelemszerűen belső vakolással, illetve a külső hőszigeteléssel együtt. Ez az érték egyébként meglepő módon nem változott az utóbbi években, mármint ez a 30%-os különbözet, ugyanis 2012-ben terveztem egy épületet, aminél itonggal indítottunk, és közben felmerült annak a brutális költsége, tehát át kellett az egészet számolni egy 30-as nútféderes falazathoz, és 2012-ben is 30%-os különbség volt a kettő között. Nem ennél az épületnél, egy teljesen másiknál.
Köszönöm a figyelmet! Az összehasonlító táblázat a videó alatti linkről letölthető. Ha tetszett a videó, iratkozz fel a csatornára, valamint ha úgy érzed, hogy támogatnál minket, ezt a Patreon oldalon megteheted, patreon.com/kömke. Az eddigi Patreonos támogatóknak nagyon köszönöm a támogatást, legyetek minél többen, és problémamentes építkezést mindenkinek. Sziasztok!